Sziasztok, Szandra vagyok, az Ides is külön díjasa és döntőse. Szandi, tiéd a külön díj! Hogy kiskoromban mi szerettem volna lenni, kozmetikus vagy cukrász, erre nem is nagyon tudok válaszolni, mert üzletasszony, meg egyébként minden is. Aztán valahogy úgy alakult, hogy a kozmetika irányába mozdultam el nagyjából egy jó 10 évvel ezelőtt, de egészen kiskoromtól kísért ez a sütés-főzés dolog is, bár úgy kezdődött, hogy anyukám többször is mondta nekem, hogy több kárt csinálsz, mint hasznot a konyhában, úgyhogy kislányom, minél távolabb, annál jobb. De mégsem sikerült távol tartani, úgyhogy nekiálltam sütni, főzni, és hát eljutottam, hál' Istennek, egy ilyen szintre, hogy bekerültem a versenybe is. Mi volt a motiváció, amikor jelentkeztem a versenyre? Őszinte leszek, 2 pohár rozé. Ez adott annyi bátorságot, hogy akkor nekiinduljak, és az esélytelenek nyugalmával elkezdtem. Vagyis 50 percetek van még hátra. Mint ahogy ruháknál sem szeretem azt, hogy szembe jön velem egy bizonyos darab, amit mondjuk én is viselek, így ez a süteményeknél is meglátszik, és igyekszem mindig olyan hozzávalókat, alapanyagokat választani, amivel azért egy kicsit kilógok a sorból. Ilyen volt a verseny során például a tonkabab, vagy a luxus torta esetében a libamáj. A családom az nagyon örül, hogy mostanra már a károk helyett inkább sütemények készülnek a konyhában, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mostanra már anyukám is büszke rám, és ezt onnan tudom igazán, hogy nem egyszer volt rá példa, hogy csörgött a telefon, és kislányom, szerinted ebbe a levesbe vagy sütibe mit kéne tenni, vagy hogyha ezt beleteszem, az úgy jó lesz? És nekem ez az a visszaigazolás, hogy szavam lett a konyhában. Pum. Vége mindennek, beüt a ménkű. Ha a céljaimat hosszú távon nézzük, nekem ez a sütés-főzés, azért említem mindig így együtt, mert nekem ez így karöltve van. Ez egy nagyon nagy szerelem, egy kikapcsolódás, olyan, mint másnak a zenélés vagy az edzés. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez az egész életemet végig fogja kísérni. Testvéreimmel van egy közös blogunk. Én úgy gondolom, hogy ez nagyszerű felületet biztosít arra, hogy a recepteket és képeket ott megoszthassam a többiekkel, és szerintem ez a legegyszerűbb útja annak, hogy megismerjenek többen, és hogyha tényleg ezt a sütős vonalat nézzük, természetesen emellett a kozmetikát, ami meg szintén egy szerelem, úgyhogy én azt mondhatom, hogy szerencsés helyzetben vagyok, mert tényleg azt csinálom, amit szeretek, azt nem fogom abba hagyni, és a kettőt párhuzamosan fogom csinálni.